Néhány percre a kezdés előtt izgatottan készülődtek a diákok a német nyelvű vitaversenyre, amelyet a Porpáci Középiskola aulájában tartottak Fertődön. A szervezésben a Soproni Egyetem hallgatói és tanárai is részt vettek. Jelenleg ugye a Fertőtájjal kapcsolatos vita fog itt zajlani, amikor a csapatok kapnak mindegyik szemszögből egy feladatot, hogy érveljenek, hogy miért kell ezt a tájat védeni, illetve milyen vízgazdálkodással kapcsolatos kérdéseket és megoldásokat lehetne ehhez hozzácsatolni. A témák komolyak voltak, a hangulat azonban kötetlen. A résztvevők magyar és osztrák középiskolákból érkeztek, a versenyen a házigazda Porpácit is képviselte csapat. A többiekhez hasonlóan ők is egy szituáció alapján készültek a vitára. Mi az érintett telek tulajdonosok vagyunk, akik igazából eladják a telküket az államnak, és hogy ugye a Fertőt ott fel tudják tölteni vízzel. A háromfordulós vetélkedő célja az volt, hogy a két szomszédos ország középiskolásainak ismerete bővüljön a Fertőtájjal kapcsolatosan, és fejlesszék a kulturált, hatékony vitához szükséges készségeiket. A részvevők 2024-től akár 35 többletpontot is kaphatnak a felvételi eljárásban, ha a Soproni Egyetem közgazdasági karára jelentkeznek. A mai rendezvénynek kettős célja van. Az első célunk az, hogy a lehető legtöbbet megtanuljanak a mai napon résztvevő gyerekek a régióról, erről a kultúráról. A második célunk pedig inkább szociális képességeknek a fejlesztése, hogyan lehet jól érvelni, hogyan lehet jól valamit prezentálni, illetve hogyan lehet jól egy vitabeszélgetésben részt venni, és ezeket a képességeket milyen módon lehet fejleszteni. Egy határon átnyúló intézmény igazgatójaként nekem nagyon fontos az, hogy a diákjaink megkapják azt a fajta szemléletet, ami szükséges, hiszen sok közös dolgunk van a magyar oldallal, itt van Fertőtó, itt van a határon átnyúló iskola, itt vannak a természeti értékek, a turisztikai értékek, és azt szeretném, és küzdök is azért, hogy ez fenntartható legyen, és ezentúl egy európai ságba ágyazott történetről legyen szó, amiből a gyerekeink sokat tanulhatnak a jövő vonatkozásában.